Te köpültél már vajat? Vagy vertél kötelet? A Szimbiózis Alapítvány most átadott Baráthegyi kincsestárában 40 népi mesterséget mutatnak be, amikből jó párat ki is lehet próbálni. A diósgyőri játszóvárt próbáltuk élővé tenni, 40 népi mesterséget hoztunk ide, ahol nem csak eszközök bemutatása van, hanem mindent ki lehet próbálni, mindent meg lehet fogni, és ezennek a lényege. Tehát a kötélverőn lehet saját kötelet készíteni, a lábhajtású fa esztergán lehet fatányért fakumpát esztergálni, lehet papírt meríteni, lehet vajat köpülni. Ezek azok az értékek, ami az égigérő tanterem programban be tudják mutatni azt, hogy igenis van létjogosultsága a magyar népi kultúrának a felevenítésére, hiszen ez egy olyan oktatási hozzáadott érték, ami nem csak azt mutatja be, hogy milyen gazdag a népi tárház, hanem meg lehet az anyagot ismerni, meg lehet a múltunkat ismerni, és meg lehet érteni azokat a folyamatokat, amiből hosszú távon lehet építkezni. Általában iskolások jönnek hozzánk, akár egy hetes bentlakásos programra, de vannak, akik nálunk tartják a születésnapokat, volt már lagzi nálunk itt a várban, hiszen van egy kápolna, úgyhogy nyitottak vagyunk minden jó ötletre, és igyekszünk frappás megoldásokat kínálni. Az átadó ünnepség része volt a kiszebábú égetése is. A szimbolikus télűzőn a hagyomány szerint apró fecnire írnak fel kívánságokat a résztvevők, amiket aztán a tűzre dobnak. Mi ez a szerkezet? Na ez a szerkezet, egy kötélverő. Szépen bekötjük ide a fonalakat, beakaszgatjuk. Van egy kis szerkezet, aminek a végére rámegy. Uh-huh. De hogyha kell, akkor Anita most segít és megmutatjuk nektek. Jó? Nagyszerű lenne. Az a lényege, hogy turok kötéssel szépen felakasztjuk a szerkezetünkre, külön-külön. Ez attól függ, hogy hány szálával akarod. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért pedig iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára.